futóversenybe élő jelenettel érkezett meg az utolsó szavazó a Munkács Mihály általános iskolába. Mivel kettő perccel este 7 órá előtt már az épületben tartózkodott, így a jogszabályoknak megfelelően leadhatta szavazatát, valószínűleg a városban utolsóként. A választókörzetben 1293 választó volt bejegyezve, ebből 520 fő jelent meg. A nemzetiségi önkormányzati választásnak is volt tétje, de a 39 roma választóból 8 fő gondolta úgy, hogy él jogával. Az egy román választó pedig nem ment el. Futva érkezett az utolsó szavazó, de két perccel az urnazárás előtt sikeresen le tudta adni szavazatát. Itt vagyunk most a Munkácsi Mihály általános iskolában a 28-as választókörzetben, aminek az a különlegessége, hogy olyan polgárok is leadhatták itt a szavazatukat, akik nem rendelkeznek Székesfehérvári lakcímmel. Természetesen ők az önkormányzati választáson nem szavazhattak, csak az LP listára. Itt a mellettem Vas Gyöngyi, a szavazóbizottság elnöke. Milyen sikere volt a mai napnak? Én úgy ítélem meg, hogy sikeres volt. A vártnál szerintem többen jelentek meg. Mennyi olyan volt, aki átjelentkezett ide? Ö, körülbelül 150 fő, és abból nagyon sokan meg is jelentek. Ö, mennyi mozgó urna volt? Ö, 27, ö, és mindenki le is szavazott. Érte el önöket bármi atrocitás, vagy történt itt bármi különleges esemény, mondjuk rosszul lét? Nem, hál' Isten, semmi különleges esemény nem volt. Ö, jó hangulatban folyt a az egész szavazás, atrocitás sem volt, problémák sem voltak, úgyhogy én úgy ítélem meg, hogy ez egy nagyon jó, sikeres szavazás volt. Mi van még hátra önöknek? Hát a munka neheze, mert most kezdődik ugye a szavazatok szétválogatása és rendezése. Ez Reméljük, hogy ugyanolyan zökkenőmentesen fog menni, mint az egész napi munka, és nagyon várjuk, hogy mi lesz az eredmény. Köszönöm szépen. Tehát, ahogy azt önök is hallották, még a munka neheze hátra van, de reméljük, hogy nem lesz éjszakában nyúló ez a szavazatszámlálás.